Térdigérő forró hamu alatt kutatnak a hatóságok a vulkánkitörés túlélői után Guatemalában. Vannak területek azonban, amit még most sem tudnak megközelíteni. A halottak száma közben 69-re emelkedett. Szeretteiket siratják ezek a guatemalaiak. A Fuego, azaz tűz névre keresztelt vulkán vasárnapi kitörésének első áldozatait temetik el a rokonok, több százan eljöttek. Az elhunytak családjainak kosarakban gyűjtik a pénzt, hogy így segítsenek nekik ebben a nehéz időszakban. Ezt a videót egy szemtanú készítette a tűzhányó vasárnapi kitöréséről. A 70-es évek óta ez volt a legnagyobb, a hamu 10 kilométeres magasságba repült. Szürkére festett utcák, mindent elnyelt a hamu. A Fuego az ország legveszélyesebb vulkánja, 2002 óta aktív újra. A környéken mégis mintegy 100 000 ember él. Több falvat most teljesen elnyelt a hamu, sokan ebben vesztették életüket. A kitörés után ráadásul a hegy oldalán izzó kő és gáz kezdett el hömpölyögni, ami mindent elpusztított, ami az útjába került. A hatóságok folyamatosan kutatnak a túlélők után. A legnagyobb kihívás, hogy a vulkán még aktív és a felszínre került anyag elképesztően forró. Miközben dolgozunk, a talaj 30 fok körül van, és ez nagyon megnehezíti a mentést. Magyarázza ez a mentős. A tűzoltók Pompeihez hasonlították a helyszínt, sokszor már csak élettelen, szénné égett holttesteket találnak a forró hamu alatt. Az áldozatok száma már több tucatnál jár, rengetegen azonban még mindig nincsenek meg. A forró, helyenként térdigérő hamu miatt a hegy oldalát azonban egyelőre meg se tudják közelíteni, ezért még akár több száz holttest is előkerülhet. A több száz sebesült mellett több millió embert érintenek a károk, sokan vesztették el otthonaikat.